Idén 33. alkalommal ünnepeltük hazánkban a Földnapját április 22-én. Az önkormányzat ebben az évben is meghirdette a faültetési programját. Cégek, intézmények, magánszemélyek csatlakoztak a kezdeményezéshez, a régi és az új Csillag lakótelepen, a Mártirok útján, a Csillagoviban és a Feszti iskolában. Összesen 47 növényt ültetünk el, ebből 30 lombhullató fát, 10 ciprust, és a maradék pedig cserje. Figyeltünk arra, hogy virágzó fák legyenek, tehát hogy a beporzóknak is kedvezzen, illetve olyan fák is kerültek telepítésre, ami a madaraknak elességet biztosít, galagonya, díszalma vagy a madárberkenye. Hajnal Dóra és Benedek Nagy Nikolett önkormányzati képviselők környezetünk védelmére hívták fel a figyelmet. Mint mondták, fontos az összefogás, hogy közösen vegyünk részt minél több ilyen akcióban, és másokat is buzdítsunk erre, hogy minél szebb legyen a város. A jeles nap alkalmából a csillagovisok műsorral is készültek. Az elmúlt 10 évben több mint 12 ezer fát ültettek el a városban, mondta Takács József, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kezdeményezés ez. Ez látszott abból is, hogy a reggeli találkozónál, Csillagovodánál nagyon sok helyi lakos jött el, és jelezte, hogy szeretne részt venni ebbe a faültetési programba. Gondolom, hogy azért, mert ők is szeretnék, hogy a környezetük az élhető legyen és szép legyen. Ezt nagyon fontosnak tartom én is, önkormányzat részéről is, és a Környezetvédelmi Bizottság részéről is. Tehát a Zöld Komárom szlogenünk az nem csak egy szlogen, hanem az maga a valóság és egy jövőkép is, amit szeretnénk megvalósítani minden város részünkben. A fák ültetésében a Városgazda Nonprofit Kft. Munkatársai és magánszemélyek segítettek.